Na, srácok! Szevasztok! Látjátok, már megint egy Skoda. Már megint egy Skodában ülök. Mondjuk úgy, hogy egy elég nagy, zászlós hajó SUV Skodába, amit most mindjárt Danira várok éppen. Mindjárt jön, és most vele fogjuk tesztelgetni, illetve megnézni, hogy mi a helyzet ennél a típusnál. Ennél a Skoda Kodiaknál, illetve látjátok hátul azokat a bicikliket, azok is Skoda biciklik, amikről majd részletesebben beszámolunk. Az autóbemutatók általában régen mindig este voltak. Amiket sokan kifogásoltatok, hogy miért este, nem olyan jó ilyenkor a kép, stb. Sokan mondtátok, hogy tök jó, mert más feeling van, stb. Most úgy gondoltuk, hogy meg Dani is most ér igazából rá, illetve sokan mások is, mert Bennett is dolgozik, meg Máté, stb. Mindegy, most visszatérünk egy picit, most ezt így visszatérünk a hagyományokhoz, mondjuk úgy, úgyhogy ezt most este fogjuk tesztelgetni. Jó, na, akkor azt mondjuk. Cső. Kikám, ez 7 személyes, baszkikám. Baszkikám, na hát akkor el kéne menni heten krúzolni valahol. Hallod? Azért ez... Nem adjuk be? Azért én ezt... De, én ezt most nincs is, annyi, ezt is a nagy barátunk, ez a baj. Lehet. Na srácok, akkor elhoztuk nektek a... Amit már a videó elején, amikor vártam, mondtam, hogy egy Skoda Kodiak, bla bla bla. Én azt nem tudom, mert nem voltam ott. Na mindegy, szóval igen, amíg vártam rád, addig elmondtam a srácoknak, hogy egy... Milyen neveket találnak ki? Skoda Kodiaku. Kodiak. Szóval Kodak. Igen. Szóval kaptunk egy Kodak. Kaptunk egy ilyet. Kodak. És kaptunk hozzá két bringát is, amiről majd lesz külön később egy videó. Most a kocsira fókuszálunk elsősorban. Ugyebár... Ez igazából a SUV zászlós hajója a Skodának. Mármint, hogy felszereltségre mondod, vagy? Nem felszereltségre, nagyságra. Csak úgy unblock, igen, mint zászlós hajója. Ami nem terepjáró, hanem a ugye, városi. SUV-juk, ja. SUV. Ennek ugye van három változat, ami a simát kaptuk. Van az a Scout, van a Sport, meg ez ugye a sima. Különböző ilyen extrák, ilyen fabetét, meg ilyen... Nincs króm, igen, ilyen mattos, meg mit meg tudom én. A Scoutnak a tükre is. Van a króm, ilyen összességében ilyen kisebb változtatások vannak, alapjában ugyanaz így az autó. Meggondolom, ugyanazzal a motorral van az összes, vagy van választható? Fú, figyelj, ez egy 2000 dízel. Ez egy sima turbodízel, AdBlue-s cucc. Első kocsim van AdBlue, amit izé néztem, ott tök furcsa volt nekem. Nekem furcsa volt, hogy ott kiírja, hogy 6500 km-t tudok még menni, mire újra kell azt is tölteni. Ugye ez ilyen, aki nem tudja, ilyen környezetvédelmi adalék most az új dízelekben már. Ez van a mindegyikbe, nem? Ez mindegyik előírás konkrétan. Azt hiszem igen, de csak dízelekben? Aha, igen, mert az égéstérben ott okoskodik, aztán bespriccel, aztán izé királyság lesz. Na hát egy ilyen barnás, nagyon sötét barnás árnyalattal kaptuk. 110 kW-os egyébként a motorra visszatérve még. Egész jó, amúgy sportos az ülés. Amúgy kicsit ilyen kagybobálütése van. Hát figyelj, amúgy igen. Full elektromos az összes, tehát az is. Hátcsó is tud valami elektromos okosságot? Szerintem nem. Nem, nyilván, de hát ezt el sem várom. Tehát igazából ez most csak egy ilyen plusz izé volt. De az nagyon pozitív, hogy elsősorban, és van benne üres hűtés is. Jó, de van. Mi? Az ilyen. Azt így állítod. Amekkora a kattanásig fölviszed. És nem kinyitható? Nem. De rossz. Így ez viszont nem tetszik. Csúsztathatós. Össze-vissza csúsztathatod. Ezt én is mondtam, hogy annyira nem tetszik, mert hogyha kiveszállok, vagy egyszer fölhajtom, mert valamiért ott kutakodni kell, akkor megint izé föl, és megint kattingathatom vissza. Nem akartam beindítani, hogy a csúszásra akartam rakni. Ha fékre lépsz, akkor izé beindul. Tess, nincs automatám, nem tudom. Micsoda? Nincs automatám, nem tudom. 47 ezer kilométer van benne jelenleg. Csak 5 személyt ír. Már az 5 ülést jelez. De nekünk van. De van 7 ülés. Darab ülés. Az a durva, hogy 7 üléses. Beüljek hátra? Beülök itt a pici ülésen. Mennyire férek el én hátul itt? Magas személyemmel. Hú, tesó. De várjál! Szóval, hogy te várjál!
ez nagyon hátul van, ez az ülés. Mert ezt már így megfogja. De ide most nem tud beülni senki. Hova? Ide nincs elég lábhely. Ja, valóban. Valóban. Mindegy, így lehet állítgatni, ezt látjátok. Én pedig így férek el jelenleg. Így férek el, hogy így. Éppen hogy, szóval egy nagyon kisgyereknek jó hát. Szóval ott azért az a hátsó tér az... Az nem az igazi, szóval én nem annyira férek oda be, de gyerekeknek tökéletes. Nyilván azért nem egy kis buszról beszélünk, tehát nem egy 7 személyes kis buszról, hanem csak egy családi nagy terepjáróról. Megkapott egyébként olyan extrákat, mint ez a lábon rugós tetvébe. Hoppá! Nem tudom, mit csináltam, de sikerült. Sikerült. Na, szóval igen, ebben van ez a cucci is. Elvileg vissza is csukja magát, hogyha úgy. Na, hopp! Sikerült! Mert el kell venned egyből a lábadat. Az a trükkje? Uh-huh. Nézd meg. Hoppá! Egyből el kell venned, hol tartod, nem fogja csinálni. Na, mint látjátok, 4x4-es a gép. Jött, bevásároltál meg minden? Tudom, persze. Nem tudsz oda nyúlni? Még hányszor nyitjuk ki szegény magtartót? Azt bepakolsz. Bepakolsz, és már mész is tova. Ezt megy tova. Ja. És lenyitva... Mikor tolat egy kamion. Igen. Na de most viszont nyissuk ki. Mert meg akarom mutatni a srácok nektek a... Hogy alapesetben, ha ezt itt mindent lecsuknak, akkor... Akkor konkrétan igen. Brutális. De igazából ez az összes szó ilyesmi már, tehát hogy... Azért... Igen. Jó, szélességre annyira nem széles, de ahogy... Hogy van? És az a vicc, hogy ugye ahogy vezettem, olyan hatása van, mint hogyha kis autó lenne. Tehát hogyha beülök, akkor egyáltalán nem tűnik annak, hogy ez most húha, brutál nagy, és akkor mi fog itt történni. Viszont tolatásnál hátra néztem, és na úgy látszódik viszont, hogy nagy. Tehát amikor elkezdtem tolatni, akkor brutálisan ez a úristen, mi ez? Belül egyébként a jó öreg Skodás Kanton hangszóró, ami amúgy brutál jól szól. Ja. Ez Dani letesztette, hallotta, nyomta. Letesztettem. Le van tesztelni. És ez egy Rolls-Royce, kérem szépen. Mert mi van ott, Dani? Mi van ott? Hoppá! Hoppá, egy esernyő. Egy kis esernyőcske. Nem pont olyan, mint egy Rolls-Royce-ba, de... Mert ebbe csak ide berakod, de az amúgy, meg olyan, hogy itt megnyomod. De amúgy az tök jó dolog. Megnyomod és kijön. Hát amúgy jó dolog, persze. Plusz dolog, amit egyébként észrevettem, hogy ennek nem csapott az alja a kormánynak. Az kár. Én ezt szeretem nagyon. Az mindenféle, az a deréktámasz. Fölleg, nyomkodás. Föllemegy, előre-hátra. Ami nagyon tetszik, srácok, ez itt. Ez a kis élvédő, figyeljetek. Én ezt most láttam itt először. Nagyon kibe megy. És nem lehet egyszerűen oda csukni. Nyisd ki a motort előtt. Ne! Nem spórolták ki a teleszkópot? Ez egy hatalmas pluszpont. Azt vágod, hogy az RS-be se volt, és ebbe van. Na azért ez mondjuk, ez tényleg végre egy kocsi, amiben van teleszkóp. És ez is full vizéri ez. Itt is van. Itt is van. Jó, a hátsóknak azért nem jár. Én messze megyek, jó? Thank you.
Na, hát srácok, azért nagyjából így a távolságból lehet hallani, meg így, így azért szerintem nagyjából hallottatok, hogy hogy szól. Nagyon durván jól szólt, tehát tényleg, tényleg eszméletlen. Néhány beat hangrendszert is szerintem le tud körözni simán. Nekem ezt... Daninak mi tetszik? Itt van egy víz, offroad hő, információ? Olajhő, nem is, nem csak offroad, mert olajhő, vízhő, magasság, mondjuk ez... iránytű, minden van. Gumi, ez mondjuk, ja. Ez nem tudom, hogy... Az a szög... Gumi... Igen? Az a szög, szöged. Beindított, tekered a kormányt? Tényleg. Tír! 31 fokkal a bet. Tír! Nem tudom, tovább! Tényleg egyébként szerintem ezen a kocsin látszik, hogy ez kicsit lehet hülyemzik, de olyan elnökibre vették a figurát. Nem? Igen. Tehát itt ez a tolltartó is, ami itt van egy ilyen pici kis tolltartó, meg ilyen kis izék. Egyikbe se láttunk még ilyen kis apróságokat, ahogy az esernyőt se, meg minden el van rejtve. Tehát itt is ide... ide... Átadáltani egy baloldali oldalon között, ja, ezt, tehát ja, ja. Kivész Angliába. Ide nem is... tudom, mi változik. Ide is alulra a tették lampa. Ezt a... Igen. Tuti. Tényleg. Milyen ráálltanám, hogy ízé megy össze-vissza. Az, ja. Ilyen volt az Octaviában, nem? Aha. Hát erre volt állítva. Ja. Ez piros vagy rózsaszín? Mert itt rózsaszínnek színik amúgy, de itt pirosos. Meg pirosnak. Ez piros akar. És ezen tudsz... Annak nem tudod a színét sajnos, az, az full fehér. De viszont tudsz fényerőt. Fényerőt azt tudsz. És lát... Ja, ezt nézted, nem? Nem nézted? Mit? Ezt. Ír. Itt is van ám. Meg itt is. Rekeszek, hogy jók vagyok. Szóval nézd meg! Én ezen például meglepődtem, hogy a komfort irányjelzést be tudod kapcsolni meg ki. Ezt a izét? Igen. Szóval ez például furcsa. Hoppá! Amúgy, te várjál, fut? Ez fut ez az index? Nem, viszont kibe kapcsol, tudod, átváltja. Szóval tényleg ilyen elnökire vették, mert itt is el van rejtve az egész. Tehát ezek a többinél, ezek azért elő voltak, AUX meg ilyesmi, ez is van egy ilyen, izé, elhúzod és kész, nem látszik semmi. Kilót azt mindjárt mondom, srácok, azt bevallom, nem tudom. Szerinted milyen nehéz a kocsi? Fáradtságérzékelő? Nem tudom. Szerintem van. Figyelj, itt van az összes extra. A simát nézem, úgyhogy elvileg kell lennie, de hát az miből értékelem? Úgyhogy... Nem tudom, sose értem. És gondolom, mindig le akarnám tesztelni, de sose nem értem. Nem. Hát el kell játszani, hogy közben jelalszol. Pecsököd a szemed minden? Szerintem... Nem tudom, csak így... Nem tudom, tényleg nem értem. Csinál. Srácok, miből tudja a kocsi? Tati. Ilyenek vagy így... Dölöngélsz már meg... Na de és hogyha így lenézel, mert éppen a telefonodat nyomkodod? Akkor srácol. Sose szólt rám. Szól. Lehet, nincs bekapcsolva. Ez biztos, hogy... Mondjuk így sose nyomkodtam a telefonon. Na, szóval szerintem hány kiló? Hány kiló? Tippedd meg. Ti is. Amíg Dani gondolkodik. Na? Na? Halljuk. 1650. Végülis majdnem, mert 1708. 1708 kiló. Ami egyébként amekkora kocsi, nem sok. Nem? Nem. Nem sok. De ez valahogy tuti nem ennyi. Tehát, hogy valamit csinálnod kell, nem? Tuti nem. De ez ennyi. Ráteszed azt csókolom, ott izé generálja magának. Na mindegy, közben amíg Dani okoskodik, addig elmondom, hogy plusz extra, amit én nekem nagyon pozitív, hogy nem műanyag. Hoppá! Szóval ez nem, tölti. Nem műanyag ez a cucc. Na, azért mondom, tölti. Menj már! Tessó, kell egy ilyen. Ez esküszöm jó. Te hallod? De várjál, valahogy úgy, hogy lássák ők is, hogy tényleg ott van töltés. Ott a töltés. Itt sok kocsinál, amit néztünk, az egy ilyen műanyag volt. Itt a műszerfal, de ez nem. Ha a kopogtatod, oké, okay, azért nem az a hú, de puha bőr, de puha. De szóval nem rossz, ja. Ez a puha, nyomható. Tényleg, és az ajtó is olyan végig. Igazából
egyedül itt van ilyen nagyon durva műanyag, de meg, meg itt. Na ezért kéne új autó, amúgy, ilyenek miatt. Erős is volt, T-Rockban is volt, már mindig volt. Nem csak emiatt, de hogy ilyen dolgok miatt jó egy új autó egyébként, meg nem kéne, de... De ez miért nem sportban van? Miért nem sportban van? Miért? Van izé, hogy más profil hóvalba jutott, hogy síkos kutnál. És az individuál. Az mi a te beállításod tudod? Ugye, sport, normál, komfort, eko, minden van. Szóval rajtrúg is van ebbe is? Biztos, de tök felesleges amúgy. De tudom, mindegy. Csak kérdeztem. De figyelj, hogyha nagyjából körbe nézegettük itt a dolgokat, ülés, hűtés, fűtés, ami egyébként a hűtés az nagyon jó, kormányfűtés is van, de az a legtöbb itt volt. Az hogy tudod a hűtés? Itt tudod külön, mert ott most ilyenkor piros, ott meg hogyha átteszed, akkor kék, ennyi. Érezni fogod? Hát, hogyha megkapcsoljuk, akkor biztosan. Mondjuk ezt nem tudom, hogy le kell venni. Biztos érezni fogod, szerintem. De itt érzem. Hát amúgy itt... Ha nagyon közel rakod a kezed, úgyhogy nem érsz hozzá, de... Ez pont arra jó, hogy nem izzadsz bele. Igen. Tehát hát ez nyáron amúgy. Nem olyan effektus lesz, hogy felfúj az ülés, tudod, és akkor majd így lebegsz, tudod. De én inkább a fűtést választanám így most ilyen időben. Én is. Kormányfűtés is király. De ez nem kell. Ezt meg én visszatenném, klímát ki. Ez egy jó 23 fokra, az olyan jó kellemes idő. Egyből jó lett. És figyelj, ez is nézd. Igen, az ajtó. És most a jó. És most teljesen jó. Összeállt a kép. Igen. Hoppá. Ennyi. Duda teszt. Az is van. Az mindig kell. Az a 9.1-es fogyasztás aránylag szerintem magas egy dízeltől. Nyilván ez egy nagy autó, szóval nem lesz olyan brutál kevés, nem? Nem lesz ilyen 3-4 literes. Napfénytető. Most így felnéztem már. Pedig ezekben a Kodiakokban nagyon durván jó a napfénytető. Van gondolom, rohadt én az a panorám, az a nagy. Nagyon nagy. És az nagyon jó, az tényleg az... Jó, ez nagyon jó. Nagyon meg szerintem. De az csak info. De lehet, hogy az is telefonos info, hogy felhív valakit és hello, szia, mit szeretne tudni. Azt szerintem mind ilyen. Na mindegy, és viszont ennek ellenére, hogy 9.1-es fogyasztást ír ki, azt írja, hogy eddig legalábbis azt írta, mert az ott az AdBlue hatótávolság, 790 km-t, hallod, 790 km-t el tud még menni így, hogy 9 literes fogyasztást ír ki. És hogy ami, hát majdnem tele van a tankja. Ami azt jelenti, és 880-at írt, amikor elindultam onnan, 15 literes fogyasztás az mérten. Szóval most vagy brutálisan nagy a tankja, vagy valami még nem állt be teljesen. Nagyon durva ez az ajtó megoldás, hogy iszonyat mélyen hátra tudsz nyúlni. Nézd meg, hát hátul. Hátra milyen mély? Ah, tényleg, azt. Nincs vége. Ja. És ebben is egy pohártartós rész van? Aha, egy kicsit ilyen... Inkább nagyobb pohárnak tartó, vagy leghátul itt ez. Ide hátra be tud csúsztatni. Nem, úgy. De ez így. Így fogja meg. Megfagytunk egyszer. Kitekertem két biciklivel egyedül a parkolóból. Azt terveztük, hogy felrakjuk a tetőre. Azt terveztük, igen. De bonyolult, ami nem is lenne baj, mert én elkezdtem megoldani, viszont az a baj, hogy nagyon hideg van, úgyhogy nem akarunk most azzal szórakozni, hogy két biciklit felrakunk a tetőre. Igen, itt, mert... lefagytunk, mint az állat. Igen. Bent egyébként itt bent ülve a kocsival, szerintem ahhoz képest, hogy dízel, nagyon jó. Olyan halk, nem az a... Jó, hát az új autóknak alapból nincs az a hang. Azért hallod rajta, hogy dízel. Hallod, de... Így nem, fordulatlan nem. De jó az az ősütés. Mindig rá kell jönnöm így hideg időszakban. Igen. Meg ez a kormányfűtés nekem soha nem volt olyan autó, amivel volt. Ez Isten. Nekem sem vezettem már olyat. De... Olyan jó, hogy nem fogy le a kezed. Igen. Meg... A sajátomnál mindig azt keresem, hogy jaj, de jó meleget fúj, tudod, és akkor ide teszem a kezem, hogy jaj, de jó. Itt igazából itt fogod, és csak fogom a kormányt, és melegíti. És közben jön onnan is. Ja. És az érdek már gyorsan bemelegednek, hamar küldjél meleget. Igen, igen, igen. Amúgy itt melegszik legjobban, ahol a kezemmel fogom, a többi részen annyira ott is melegszik, de... De valószínűleg innen van az egész. Igen, igen. Igen,
fölmegy. Felül már lassan váltam, úgy, mikor már tehát ilyen 3-ból 4-ben mondjuk, meg már 2-ből 3-ban. Tehát amikor ilyen lajtosan elváltogatsz, akkor gyorsan vált, viszont fordulatom annyira nem. Fordulatom már azért gondolkozik váltásnál. Igen, azért ez nem erre van. Nem, hát nyilván. Egyébként a fordulóköre nagyon jó. Ezeknek jó szokott lenni az ilyen szúroknak. Szerintem brutális. Teljesen jó. Ez a töltő, ez nagyon jó. Nem bírsz el betelni? Nem nagyon. Hát ilyet nagyon élnék egy izébe. Régi autó, az Evo-ba, úristen, de ott nem. De egyébként szerintem tudsz. Szerintem nyilván olyat tudsz, hogy kábellel háttérbe valahogy, hogy összeforrasztod, vagy rákötöd. Jó, de hova dugod el úgy, hogy ne látszódjon? Biztos van benne valami tartódoboz, nem? És beteszed alá. Itt van a kéziféknél csak. Itt nincs, itt nekem itt ilyen... Semmi sehol? Semmi, egy hamutál van. Nincsen. Aha. Valami kis... Úgy várjál, de lehet, hogy valami pont van, amivel így betalakni. Valami szokott lenni, valami egy-egy dolog szokott lenni mindenkor csinál. IBM mindenhol van ilyen. Simán. Mis? Alibaba. Nyilván az nem lesz egy ilyen. Hát ez igen. Izé, de, más. De hát na. Szükség nagy úr, tudod. Igen. Nekem nem egyszer megfordult, és egyre többször megfordul a fejbe, hogy veszek egy izét. Motort. Mert ha már van bazd meg 125-re, akkor legyen már motorom, nem? Minek? Nem tudom. Meghalsz. Nem tudom. Csak? Nem? Nem tudom, néha olyan poén. Mondjuk senkinek nincs motorja, szóval igazából innentől kezdve. Én amúgy tervezem, de én nem tudom. Lehet, hogy csak egy robó volt, nem tudom. Hát vagy azt, lehet, hogy van, nem tudom. Egy... De az amúgy jól fes elmenni egy gulógatni azzal itt. Azért mondom, meg sima robó volt, az csá. Ja, valami arra, kívék, hogy valami ízét, megveszem, hármit ápolják. Egyszer kiadok pénzt rá, és utána arra nincs semmi adó, meg semmi, nem? Nem. Hát, vagy hát nem tudom. Van arra bár. Nincsen szerintem. Mert nincs rendszer meg semmi, tehát így most... Nem is nagyon állítanak meg, hogyha van rajta sisak. Ja. Mennek egy menő sisakot. Az csá. Dark Fly-os. Ennyi. Na jó, srácok, akkor ennyi volt a gépjármű. Jó, meg minden. Igen, igazából ez egy... Ez tényleg, hogy mondjam, egy... Számomra, mint fiatal, mint... Csak a lóerő, csak a izé. Egy kicsit unalmas, viszont ellenben kényelmes és... 10-es skálán. Mi, attól függ, milyen izé értékelési szempont alapján. Tehát most, ha komfortot... Milyen szuvokat vezettél eddig? Szuvokat? Hát most a térok nem szerint szuvnak. Vegyük bele, hasonló. Annál jobb. Nekem annál jobban tetszik. Futómű az zseniális, az nagyon durván jó. Tehát konkrétan ez, hogy ekóba, hallod, ekóba tök csilles, átteszem sportba, ott még vazeg úgy pattog, mint az állat. Tehát tényleg nem is tűnik nagy kocsinak, annyira olyan szinten elkezd pattogni. Sokkal jobb, tehát nem, komfortosság szempontjából vannak problémák, de azért szerintem elég jó, nem tudom, komfortban mondjuk egy 7-est adnék, szerintem, annyit megérdemel, mert azért komfortban? Nem... Aha, mert nem műanyagos meg semmi, egy-két műanyag azért van meg egy-két... Felszereltségre? Hát ezt is lehetne 7-8. Extrázni, mint az állat. Ez is egy 7-8, amit tetőablak. Azt még én nem le, úgy, én amúgy körülbelül ennyit hiányolok belőle. Ja. De ez. Igen, vannak ilyen, az mondjuk furcsa, tehát az nem értem, mert amúgy meg az ülés tök zsír. Ez minőségbeli probléma igazából. Meg elektromos, meg minden, ami szintén megint csak plusz. Itt van AUX, minden, ugye telefontöltő, imádom. Föntlen tároló. Egy világítás elférne. Hát, igen. Azért mondom, hogy azért vannak kis kivetnivalók, de alapjában vége jó. SD kártya, azért. Viszont, mint... élvezeti autó, tehát hogy mind mit tudom én, aki szereti a sportosságot, tehát a sportosságból csak megy. Városban jó, ennyi. Tehát sportosan lehet vele azért közlekedni, mert azért, hogyha nem taposod szét, akkor gyorsan is vált alacsony fordulaton, hanem fizetod ki tiltásig, meg ha nem 200-zal akarsz menni. Tipik jó a futóművel, tehát ilyen kis városban lehet vele sportosan közlekedni azért, mert ott nyilván nem taposod ki a szemét, mert nem tudod, meg az amúgy is rossz. Amúgy sem szabad olyanokat csinálni, mert mi soha nem csinálunk. Gyerekzer. A többibe például ilyen sem volt, tehát ez is plusz pont egyébként. Ez család, nagyon durván családi autó, tényleg.
Egy jó 40-es, 50-es években levő úriember autója. Aki szeret biciklizni. Amikről majd még egy következő videóban beszámolunk, hogy mit csináltunk velük. Felfoglalkozunk azzal is, meg minden. Ja, cool. Offroadot azt hiszem nem fogjuk annyira letesztelni, mert nem. Ezt tudjuk jó, hogy azért nem egy offroad autó, tehát ekkora. De akkor miért van benne ilyen? Ha családi túrákra mész ide-oda, akkor úgy azért segít. De ne várjunk tőle csodákat, tehát egy ilyentől offroadba soha ne várjunk csodákat. De ez mit csinál amúgy? Tehát mi változik? Azért a válton szórakozik igazából, hogy nem váltja el, és tovább pörgeti ki, meg ilyen kisebb apróságok. Meg hát ugye az összkerék miatt... Mi tovább pörgeti ki? Miért pörgeti tovább? Tovább tiltatja. Nem váltja el rögtön tiltásnál. Tehát hogyha te éppen elakadtál, és éppen tiltatod, mert éppen kapartatsz, vagy mit tudom én, akkor ne váltson el rögtön, tudod? Hát én szerintem más, nem tudom. Meg a gázreakció is más, meg így... Ezeket pontosan nem tudom, de nyilván ilyeneket csinál, de... De aki tudja, az írja le kommentben, mert kíváncsiak vagyunk rá, amúgy, hogy tényleg, hogy ez valójában mit csinál. Ja. Na jó van. Na csá.